szegény. Gyertek! Gyors, mi kell választanunk a színeket? Óvatosan! Vigyázzatok, azért ne fájjon neki! Szerintem laza fürtöket kellene varázsolni a fejét. Milyen? Szépségverseny többféle van. Van ilyen. Aztán van ilyen. És van ilyen is. Ring a csípő, fel a feje, suhanyos. Mit suhanok, nem látja? Nos, ha már a szépségversenyeknél és a suhanásnál tartunk, azt hiszem a kézilabdában is hirdethetünk szépségversenyt. Mondjuk gól szépségversenyt. Akár suhanósat. Itt van például Tomori Zsuzsa. Biztosan megkérdezte a volgográdi lányoktól. Mit suhanok, nem látja? És gól! Szabadobásból Tomori beállítja a végeredményt! Nem túlzás azt állítani, hogy a gól szépségversenyünkön ez a találat dobogós helyezést ér. A Fradi teljesítményével együtt. Úgy gázoltak át Elek Gábor szépségei a Volgográdon, hogy öröm volt nézni. Volt, hogy már 14-el is vezetett a Fradi a KEK elődöntőjében, de a 8 gólos előny is elégnek tűnik a visszavágóra. De ne csak férfi nézőinknek kedvezzünk, mert hogy a Vadkerti Harsányi Perez trió is biztosan feltette a kérdést az algériai válogatottnak. Itt suhanok, nem látja! Milyen játék, Perez! Az igen! A harmadik gólja, na ezt nézzük meg még egyszer, mindenhonnan, ahonnan csak tudjuk. Vadkerti, Harsányi és Perez! Hát ez mekkora játék volt, na még egyszer! Hát ezt nem lehet megunni. Ez az a gól, amit azt gondolom nem kell indokolni, hogy miért került be a legjobbak közé. Viszont csak a második helyre. Hogy miért, arról egy picit később. A magyar válogatott nagyszerűen hangolt a göteborgi olimpiai selejtezőre. Az algériai nemzeti csapatot fokozatosan őrölték fel Mocsai Lajos tanítványai, és helyenként nagyszerű játékkal melegítettek a londoni játékok szempontjából sorsdöntő tornára. Üröm az örömben, hogy a Gyöngyös elleni zárt kapus edzőmeccsen I. és Ferenc súlyos sérülés szenvedett, így a csapatkapitány helyére Kacirc Dávid került az együttesbe. Na és akkor nézzük a suhanás magas iskoláját a Görbic Amorim Lekics 3-astól. Itt suhanok, nem látja! Gól és szépségversenyünk győztese Andrea Lekics. Bajnokok ligája elődöntőben a Vilcse otthonában ezt a lövést megpróbálni és sikerrel véghez vinni óriási teljesítmény. Mint ahogy a Győr is brillírozott az első félidőben és vezetett is 4 góllal. Fordulás után viszont a plusz 4-ből mínusz 5 lett, úgyhogy megint fel kellett tennünk azt a kérdést, amit már korábban oly sokszor. Mikor nyer bajnokok ligáját a Győr, ha nem most? Az esély megmaradt végül, hiszen a 4 gólos hátrány ledolgozható a visszavágón. Mondja, mi lenne a legeslegnagyobb áldás mai világunk számára? Ferencvárosi kek siker és a fiúknak olimpiai részvétel. És persze, Győri BL győzelem.